Csapó 2, folytatjuk az olimpiai különkiadását a szertárnak. Bokszal ütős téma lesz, és nem csak azért, mert a ringben erős pofonok csattannak el, hanem az elmúlt hetek történései miatt is, amit Tóth Lászlóval, a helyi boxról vezetőedzőjével beszélünk át. Köszönöm szépen, Laci, hogy szinte a pihenésed után egyből idejöttél hozzánk a stúdióba, és mielőtt rátérnénk az extra témákra, kicsit talán a magyar csapatot mutasd be, ha jól sejtem, azért ismered őket ring közelből. Ja, persze. Hát ugye hárman jutottak ki az olimpiára, ez már sokkal jobb, mint az elmúlt egy-két olimpián, akik részt vettek. Ugye legutóbb Tokióban egy fő jutott ki, ő első körbe kiesett. Most ehhez képest azért három fő az nagyon jó, úgy gondolom. Meg eredményességbe is utoljára 2012-ben Londonba szerzett Harcsa Zoli 5. helyet, úgyhogy eredményben is szuper volt. Úgyhogy bízunk benne, hogy a folytatás is majd hasonló lesz. Érdekes ez, mert sokszor beszélgettünk a helyi eredmények kapcsán, hogy hát nem biztos, hogy az elmúlt években vagy hónapokban éli a box a fénykorát itthon, de ehhez képest akkor azért három főt most sikerült delegálni, ami viszont kiemelkedő, ahogy mondta is. Az mindenképp kiemelkedő. Hát azért sok minden nem múlik. Itt azért én azt gondolom, hogy a kijutás azért jóval nehezebb, mint mondjuk. Hát ott is persze egy sikeres szereplés is nagyon nehéz. Azért a krém van ott, a 20 fő jut ki egy súlycsoportba, hát az meg a világ legjobbjai, világ legjobb 20 fője. Hát ott azért mérkőzést is nyerni komoly kihívás. És ugye nem árt azt tisztába rakni a nézők számára, hogy külön kell kezelni az amatőr boxot és a profi boxot. Tehát itt azért, ha nem is minden országban, de gyakran előfordulhat az is, hogy az olimpiára kijutó sportolóknak valami hát munkát kell találni amellett, hogy boxolnak és próbálnak minél jobb eredményeket elérni. Ja igen, egyértelműen. Sokan dolgoznak ugye mellette, sőt szerintem a legtöbben, hogy ugye valamiből azért élni is kell, és akkor úgy sikerül egy ilyet megcsinálni, az meg egy külön plusz dolog, vagy nagyon jó dolog. Főleg régen gyakran előfordult, hogy az amatőrből az olimpián elért szép eredmények kapcsán váltanak át profiba, de most ahogy olvasom akár a magyar versenyzők nyilatkozatait, ez annyira nem jön most elő. Hát itthon azért nem olyan erős a profi box, inkább külföldön. Meg most már párhuzamosan is lehet egymással a kettőt csinálni, úgyhogy igazából bármikor elmehető profinak is, meg amatőrbe is boxolhat, ez nem ütközik most már, régen azért nem lehetett ilyet. Most már szabad az átjárás. De van perspektíva szerinted abban, hogy megpróbálják a profit, vagy az egy nagyon rögös út, amit nem biztos, hogy érdemes? Hát a profi az inkább show, pénzkereset, ha úgy tudnak menedzselni, akkor azért szép eredményeket is lehet elérni. Az már inkább másról szól, mint egy olimpia. Maradjunk is akkor az olimpiánál. A nyitány előtt te mit vártál egyébként a három magyar sportolótól? Hova helyezted őket, hogy mik lehetnek az esélyeik? Hát itt, aki már kijut, én azt gondolom, mindenkinek van esélye. És mindenkinek jó esélye van, itt nincsenek nagy különbségek egymás közt, itt tényleg a legjobbak vannak. Bíztam én is abba azért, hogy egy szerencsés sorsolással azért jó eredményeket tudnak majd elérni. Pál Istennek sikerült is nekik, úgyhogy le a kalappal előttük. Ugye a Luca nyert 2 meccset, a Ricsi is 1-et, nagyon jó ellenfeleket vertek meg. Akkor a harmadik versenyző a Filip, ő pedig a későbbi olimpiai bajnoktól kapott ki, sajnos első körbe, egy szoros mérkőzésen. Szerintem benne is több van, hogyha egy kicsit jobb sorsolása van, vagy más kapott volna, akkor talán jobb eredményt is tudott volna elérni. Itt váltottunk pár szót még a felvétel előtt, ott is mondtad, hogy akár egy érem is kinézhetett volna bármelyik versenyzőnek, ha mondjuk jobb ágra kerül, vagy jobb sorsolás kap, viszont az is benne van, mint ahogy a Filipnél láthattuk, hogy az első körben kikapja a későbbi bajnokot, és akkor annyi volt. Igen, ez nagyon szerencse függvénye is. Azért, hát a legjobb ugye, hogyha
hogyha nekünk kedvez úgy a sorsolás, hogy jó legyen. Szerencsére itt azért két versenyzőnek is egész jó volt. Ugye Luca egy írrel kezdett, simán tudta hozni a meccset, akkor utána az Ausztrál ellen is, és azt nagyon megverte ráadásul. Akkor a Ricsinél is, ugye ő is egy Ausztrállal boxolt, ő is simán, szerintem nagyon simán hozta azt a meccset, legalábbis így képernyő előtt úgy tűnt. Úgyhogy még akár bármi is lehetett volna, hogyha nem a... Ha úgy van, és akkor most térünk rá arra a pontra, ami hát igencsak felkavarta az állóvizet az elmúlt hetekben. Szerintem Luca kapcsán nem is csak a magyar sajtóban, hanem a nemzetközi szinten is. Ugye Lager versenyzőt kapta ki, Iman Halif, talán jól ejtem. Őt is ismered, vagy mondtad, hogy azért a kollégák találkoztak már vele. Ja, igen. Hát azért ő benne volt régen a nemzetközi mezőnyben. Én őt nem láttam, meg nem is ismerem, meg így nem is láttam még úgy boxolni, de többen igen. És hát nem egy egyszerű eset, ugye őt kizárták a világbajnokságon egy ilyen nemi teszt után, hogy XY kromoszómákkal rendelkezik. Most én ebben nem tudom, hogy hát itt az illetékesek majd eldöntik, hogy ez mennyire lehetséges, vagy mert hogy úgy lehetséges, hogy boxoljon, ne boxoljon, nem tudom, hogy mennyire odavaló, vagy nem, vagy hova lehetne sorolni. Hát, a Luca elleni meccsét gondolom láttad. Igen. Szakmai szemmel ott szerinted lehetett volna bármit másként csinálni, mert azért bármennyire is szurkolt nyilván az ország Lucának, Isten igazából, hát fáj ezt kivonni, de könnyedén hozta a meccsét a Lager versenyző. Hát úgy néztem a többi meccsét, azokat is azért könnyedén hozta. Sőt. Igen, még egyébként szerintem Luca nagyon jól megszorongatta. Ott azért én azt gondolom, hogy a Lucán nagy volt a nemzetközi, hát a nyomás is, ez a sajtónyomás, bárhova nézett, ha olvasott, gondolom telefonált, vagy valami, mindenhol ez folyt a csapból, azért szerintem ez egy nagy nyomás helyeződött rá, és hát ez is megnehezítette azt gondolom a dolgát. Hát most, hogy lehetett volna hozni a meccset, vagy nem, ezt ők érzik ott, a versenyző és az edzője, azt nem tudom. Hát kívülről ugye úgy tűnt, hogy ez most ez sajnos nem sikerül. Hát kár érte, sajnálom. De valóban egyébként, hogy visszacsatolnak a kollégáid, akik látták időben, ekkora az ütőerő különbség, meg a fizikális különbség, mint amit, vagy amiről lehetett olvasni? Hát az egyik kollégám mondta, hogy fogott már vele kezet, és mondta, hogy jó erős kézfogása van. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy erősebb fizikálisan, mint a többiek. Ugye te Lucánál azért fiatalabb sportolókkal dolgozol együtt, és ide visszahoznám a média kérdését, mert Luca is rengeteget foglalkozott sajnos ezzel a kérdéssel a meccs előtti nap. Ilyenkor nem tudom, hogy ez mennyire zavarhatja, mert nyilván ilyen helyzetben nem voltál, de azt meg te is látod, hogy akár a te versenyzőid is most pörgetik a TikTokot, Instát, stb., hogy ez esetleg fejben megzavarhatta, ugye kivágták azóta a harmadik menet előtti utasítást és válaszát az edzőinek, hogy nem tud nyerni. Ezek nem biztos, hogy olyan jó jelek voltak így a meccs előtt, vagy akár a meccs közben. Nem, biztos, hogy nem. Nem tett jót ez a média felhajtás semmilyen irányból. Hát most így erről nehéz beszélni. Ez nehéz lett volna azt is elkerülni, hogy találkozzon ezzel. Mert most, hogyha elveszik a telefont, vagy bármi, akkor is szerintem ugyanúgy képbe lett volna ezzel kapcsolatban. Hát a nyilatkozatai pedig, hát most ő is elmondta, hogy mit gondol, mit érez. De biztos vagyok benne, hogy befolyásolhatta a teljesítményét ez is. És itt még nincs vége a box körüli húzavonának, hiszen ugye megvolt a meccs Lucának talán
néhány nappal, vagy lehet nem is volt néhány nap, hanem csak egy nap, bejelentették, hogy megkapja a bronzéremért járó honoráriumot, amit aztán a többi kiutó edzője, vagy akár maga Ricsi, hát nem illetett pozitív jelzőkkel. Hát igen, két oldala van ennek. Most próbálták, gondolom, neki honorálni azt, hogy ilyen teljesítmény nyújtott, illetve hogy az IBA által kizárt versenyzőtől kapott ki. Hát ugye ez a többieknek azért nem tetszett, amit teljesen meg tudok érteni. Igaz, például Ricsi is ugyanazt az eredményt ért el. Nehéz kérdés ez is, mert hát most én egyébként senkitől nem sajnálom, én örülök, hogy kapjanak. Én annak örülnék, ha mindenki kapna legalább ennyit, az lenne a legjobb, hogyha jó meg lennének fizetve. Én azt gondolom, hogy ennyi erővel mindenki megérdemli, hogy én legalábbis, ez csak az egyéni véleményem az, hogy én odaadnám mindenkinek. Ugye most érdekes ez, mert nyilván Ricsi is lenyilatkozta, hogy nem a pénz miatt, hanem az igazságtalanság miatt írja ezt ki. De hát nagyon nem mindegy, mert az ötödik hely, az 15 millió, és egy kicsi, a harmadik meg 31, tehát több, mint a duplája. Úgyhogy azért nem kis összegekről van szó. Hát igen, nem kis pénzekről beszélünk. Azért ezek már komoly összegek. Hát itt még az IBA, a Nemzetközi Boxszövetség is felajánlotta azoknak a női versenyzőknek, akik a Kelif-től kaptak ki, hogy még 50 ezer dollárt rádob a pénzükre, plusz 50 ezeret és 25-öt a szövetségnek, meg 25-öt az edzőnek. Azért az is egy jó pénz. Hát igen. És ha már ezt így összeadjuk, azért nem rossz. Nem rossz. Most ebben nehéz így tisztán látni, meg nem tudom, hogy ugye mi alapján, meg hogy. De én még mindig azt gondolom, hogy ha már adunk valakinek, akkor adjunk mindenkinek. Vagy ha már ne. Hát igen, most nehéz igazságot tenni, mert minden oldalt meg lehet érteni, azt gondolom. Én azt gondolom, mind a három megérdemelni. Még egy kicsit maradva Helifnél, ugye Isten igazából az ő jelenléte az olasz versenyzővel való meccse után lett felkapva, és hogy ott az olasz versenyző, aki azóta azt nyilatkozta, hogy vissza is vonul a boxtól, ilyen pár másodperc, 26-30 valahogy így fél perc után feladta az ütőerő különbség miatt, és megnéztem én is azt a rövidke meccset, ott annyira nekem nem is tűnt föl, hogy ilyen tiszta ütéseket kapott volna, viszont hát hála a social médiának, láttam a posztjait, hogy tulajdonképpen most lehet, hogy nem pontosan fogalmazok orvosilag, de hát el van törve az arccsontja, vagy teljesen szét van dagadva az arca. Úgyhogy valóban nem véletlenül mondhatta ezt. Biztos, hogy nem véletlenül. Azt gondolom, hogy ott is azért lehet, hogy ismerte azért előtte, tudta nagyon jól, hogy kivel fog boxolni. És azt gondolom, hogy fejben azért ez lehet, hogy jobban megviselte, mint mondjuk a többi versenyzőt, és ez is közre játszhatott abban a feladásban. De biztos vagyok benne, hogy az ütőerő is, az se volt véletlen, hogy azt így mondta, hogy ekkora ütés még életében nem kapott, azt olvastam én is. De ez lehet reális szerinted akkor? Elképzelhető, igen, de azt gondolom, hogy a mentális dolgok is közre játszanak ebben. Még egy kicsit ennél a témánál maradva, szerinted be is húzza az aranyérmet, Elif? Szerintem be. Az megint egy érdekes hullámokat fog majd felvetni a box körül. Igen, igen, az is érdekes meccs lesz. Ugye ma lesz a döntő, megnézem, kíváncsi vagyok. Hát arra is kíváncsi leszek, hogyha megnyeri, hogy utána mi lesz a reakció. Nem tudom. Kicsit nyugodtabb témára vezve, mi a helyzet most Kanizsán? Volt azért jó pár megmérettetés így a közelmúltban is. Igen, hát most a nyár egy kicsit lazább, kicsit kevesebb verseny is van, de ugyanúgy készülünk, edzünk, majd
Az első megmérettetések azok szeptemberben lesz a U12-es és a serdülő OB, szeptember vége. Akkor a horvát Mirabella megy majd Lengyelországba szeptember elején a válogatottal, Silesia Openre. Amit ő is válogatott lett akkor ezek szerint. Igen, igen, igen. Azért ő idén megnyerte az énekes emlékversenyt, a Bornemisz emlékversenyt. Akkor most lett volna Kőszegen egy válogató, ahol sajnos egyedül volt a súlycsoportjában nevezve, így el se indult. Úgyhogy ő... Hát önmagunkkal nehéz boxolni. Igen, igen, legfeljebb. Ja, mondjuk az a legnagyobb ellenfél. Így van. Úgyhogy ő most utazik majd szeptember elején Lengyelországba. Akkor ugye a Zsófi is készül keményen, akkor novemberben lesz majd a junior és ifi OB, oda meg ugye, akik úgy jobb eredményt tudnak elérni, a Jácint vagy a Pápai László, ugye ő is remekelt a Bornemiszen, mint újonc versenyzőnk, és ő is egyből szinte bekerült a válogatottba. Évvégén, decemberben meg lesz majd a felnőtt magyar bajnokság. Mira kapcsán, és ha már itt a profi vonalon felosztuk a show elemet, ugye neki volt egy kesztyűzése nem is olyan régen egy Starbucks nyertessel. Erről mit szabad tudni, hogy sikerült? Ja, hát egy felkészülési edzőmeccs volt, vagy kesztyűzés. Ott a Bornemisz emlékversenyen ugye boxolt a Berki Mazsival. Szerintem mind a kettőjüknek nagyon hasznos volt. Tudtak egy jót mozogni. Nem bántotta nagyon. De ja, senki nem bánta senki. Mire is hagytam azt? Persze azért, ő azért felnőtt nő, azért fizikálisan azért elég erős a Mazsi. Mire fiatalabb, de viszont rutinosabb, ügyesebb. Úgyhogy azért partiba voltak teljesen. Akkor nem volt rossz meccs. Ja, nem. Úgyhogy azért is mondtam, hogy mind a kettőjüknek nagyon hasznos volt. Említetted a felnőtt OB-t, és ha már itt Luca kapcsán a korosztályt nagyjából belőttük, és ugye az olimpia volt a fő témánk. Zsófinak nyilván nehéz így 4 évre előre tekinteni, de most hogy látod, lehet realitása annak, hogy a következő játékokra ő oda kerüljön? Hát sok részlettől függ ez is, ugye azért 4 év hosszú idő, de mindenképp úgy azt a célozzuk meg, hogy ő kikerüljön, ő ki is akar. És én azt gondolom, hogy ő mentálisan van annyira erős, hogy oda is kerülhet. Most azért ugye itt a legnagyobb súlycsoport olimpián egyenlőre a 75 kiló. Azt kell először megcéloznunk. Az neki hány kiló mínusz most? Hölgyek négyet kérdezni, bocsánat, de hát mégiscsak sportemberek vagyunk. Hát most jelen pillanatban 15-20. De azt gondolom, hogy hozható, ez simán hozható, meg ugye ideje is van rá, meg hát nem jövőre kell ezt hozni. Hát igen. Szép lassan majd először még maradunk jövőre pluszba, de aztán így az alsó határon, utána egy súlya lentebb, utána meg megint lentebb. És akkor szerintem addig tudna gyűjteni annyi rutin tapasztalatot, hogy legyen ott keresni valója. Hát a lecke akkor fel van adva, ehhez jó utat, meg sok szerencsét kívánunk, fogunk róla beszélgetni, meg közvetíteni. Hát nem lenne semmi kanizsai olimpikon. Nem, hát most ugye én azt gondolom, hogy abból lehet olimpikon, vagy olimpiai bajnok, aki az akar lenni. Most ugye, hogyha ő az akar lenni, akkor hát, miért ne? Mert most abból szerintem soha nem lesz olimpikon, aki azt mondja, hogy országos bajnok akar lenni. Mert hát az, aki ekkorát tud ütni, az lehet, hogy a kisebb súlycsoportban is a hasonló nagy ütést meg tudja majd tartani, tehát érdekes kombináció lenne Zsófi lefogyasztva. Hát igen, mondjuk ő azért nem az ütő erejéről ismert. Híres vagy ismert, igen, hanem arról, hogy mentálisan nagyon ott tud lenni a mérkőzésen, nagyon jól felismeri a helyzeteket, és intuitív módon tud alkalmazkodni. Azt gondolom, hogy
kisebb súlycsoportban is működhet. Hát ugye a fogyással együtt azért gyorsulni fog, azért jóval nagyobb lesz az iram, mint a nagyobb súlycsoportokban, meg minden, úgyhogy azért ott fel kell venni azt a ritmus majd. Hát legyen úgy. Köszönöm legyen szépen. Úgy. Én is köszönöm. Ennyi volt az olimpiai különkiadás második száma, még vízilabdával mindenképpen készülünk, sőt, ugye azt most pár nappal később vesszük fel, tehát lehet, hogy ott már akár egy aranyéremről is tudunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!